Rohamozó huszár ezreddel találkozhatott az, aki kilátogatott a Vasvári Pál napokra Pesszent Imrén. A második alkalommal megrendezett kétnapos fesztiválon a tavainál is gazdagabb programmal találkozhatott az érdeklődő a sportkastély mellett. Az időjárás is kegyeibe fogadta a második alkalommal megrendezett Vasvári Pál napokat. A Pesszent Imrei Vigasság két napig tartott, az önkormányzat és a Vasvári Pál Egyesület közös szervezésű toborzó fesztiválja számos látványossággal lepte meg a látogatókat. Az első napon a Pesszent Imrei sportkastélyban a kerület találkozott testvérvárosainak képviselőivel, a kora este kezdődött összejövetel, közös vacsorával indult, és éjszakában nyúló táncházzal ért véget. Az esten minden résztvevő megmutatta, hogyan ropják hazájukban. Most a Vasvári Pál Fesztivál első napján egy táncházzal fogjuk kezdeni a rendezvényt. Ezt a táncházat Vörös Árpi barátunk fogja vezényelni. Meghívást kapott a lengyel testvérvárosunk, a német testvérvárosunk, Tusnádfürdő, Erdélyből, Körösfő, itt vannak délvidékről a Péterréviek is, úgyhogy én azt gondolom, hogy remek alkalom arra, hogy a magyarság találkozzon a különböző helyekről eljött magyar barátaink, testvéreink, és nyilván a Vasvári Pál Egyesület által meghonosított hagyományteremtés, amely egy kicsit közelebb hozza azt a világot, amikor 1848-49 környékén a magyar fiatalok a szabadságukért harcoltak. Most ma este a tánc fogja összekötni a magyarokat, de bízom abban, hogy nagyon jó hangulat lesz, kellemesen fogjuk érezni magunkat, és a holnapi nap folyamán, amikor még több program lesz egész nap, akkor pedig nagyon sok Pesszent Imrei és kerületi ember fog kilátogatni a rendezvényre. A második napon többek között fellépett a Dohnányi Zeneiskola csoportja, a Körösfői Rákóczi Néptánc csoport, a nézők láthatták az Imrei Általános Iskolák bemutatóit, és számos koncertet hallgathattak meg. A testvérvárosok képviselői a második napon is bemutatkoztak a nagy közönségnek. A Vasvári Pál napok üzenete az 1848-49-es hagyományok újjáélesztése volt. Ebbe beletartozik a huszártábor, beletartozik a csata jelenet, beletartoznak a néptáncosok, és beletartozik az a zenekar, amelyik annak a korszaknak a zenéjét játsza egy vasvári borozóban is. Hogyan jött az ötlet, hogy a 48-49-es hagyományokat felélesszék a kerületben? Hát ez Vasvárinak köszönhető, azzal, hogy 4 évvel ezelőtt ez a vasvári kopiafa felállításra került, és hát adta magát, ugye, hogyha Vasvárit Magyarországon ismerté akarjuk tenni, hogyha Vasvárinak azt a célját, álmát a körösfőieknek, hogy egy szobra legyen Budapesten, el akarjuk érni, akkor ismerté kell a személyét tenni. Hát egy fesztiválnál jobb modellre nincsen, hogy egyszerűen nagyon-nagyon sok ember megtanulja azt, hogy ki volt Vasvári Pál, mit csinált Vasvári Pál, és mit lehet tőle eltanulni. Reméljük, hogy az időjárás is kegyeibe fogadja majd ezt a rendezvényt. A mai napon, az első napon mit várhatnak az érdeklődők? Hát a mai napnak a mottója végül is egy közös nyelv. 1848-49-ben a közös nyelv a forradalom és a szabadságvágy volt. A mai estén a közös nyelv a testvérvárosok révén a tánc. Ősz megérti mindenki. Ha lengyelül beszél, ha németül, ha magyarul, a tánc nyelvén mindenki tud. Ugi Attila polgármester a Vasvári Napok megnyitóján kiemelte, hogy Körösfő testvérvárosunknak köszönhető a Vasvári Pál emléknap ötlete, hiszen az ő kitartó munkájuknak köszönhető, hogy ezt az 1848-as szinte névtelen hőst megismerte a magyarság. Mi a helyszínnek az oka? A helyszínnek az oka az, hogy Körösfő testvértelepülésünktől kaptunk, akkor még nem volt testvértelepülésünk, egy olyan kopjafát, amelyet a református közösség segítségével állítottunk föl a református templom kertben. Az egyik fő attrakció a katonai díszbemutató volt, melynek elején Kunszabó István dandártábornok elmondta, az árvízi védekezésben szolgálatot teljesítő katonák kint vannak a gátakon, a bemutató után ők is sietnek vissza szolgálatukba. A Duna gátjáról, a Duna töltéséről érkeztem ide önökhöz, ugyanis jelen pillanatban is folyik az árvízi védekezés a főváros védszakaszán. A Magyar Honvédség 31. díszegységének honvéd díszzászlóai 8 katonája tartotta a látványos bemutatóját. Ők hajtják végre a miniszterelnöki és elnöki fogadásokat is. A
A különleges díszelgő csoport katonai bemutatója a legnagyobb látványossága a fegyverforgatás. A művelet nagyon veszélyes és bonyolult, habár néhány hiba becsúszott a fellépésbe, a katonák így is kiválóan teljesítettek. Ez egy fiatalabb bemutatócsoport, azért, mert az előtt csoport az is egy 8 fős volt, hosszabb ideje szolgáltak együtt, de a szolgáltuk letelt és visszatértek a civil életbe. Meddig gyakorolják ezt a bemutatóra szánt előadást? Ezt hónapokig, mondhatom azt, hogy évekig lehet tökéletesíteni, sohasem tökéletes, sosincs kész, mindig lehet rajta csiszolni. Ki csinálja a koreográfiát? Koreográfiát maguknak találják ki, az ászlóaj vezetésével, a századparancsnokok, ez egy nagy kihívás. Ennek külföldön nagy hagyománya van, tehát a nemzetközi katonai találkozókon ezt kifejezetten be szoktuk mutatni, külön ilyen találkozókat szervezünk, egymástól veszik át a jeleneteket, mutatják meg azokat a programokat, amiket itt is lehetett látni. Mennyi idejüket veszi el a katonáknak a gyakorlás, vagy hogy kell elképzelni ezt a munkát? Alapvetően ugye a díszelgő katonáknak két állapotuk létezik, vagy a valós végrehajtás, vagy a kiképzés, a gyakorlás, a felkészülés. Ennek a részét képezi ez is. Tehát ezekben a mozdulatokban olyan elemek is belettek mutatva, ami amúgy a hivatalos állami fogadásokon az alaki szabályzatnak megfelelően történik. Akkor egy nagyon picit menjünk bele a részletekbe, hány kilós is az a fegyver, és milyen töltény meg ugye egyáltalán? Tehát ez egy szovjet típusú fegyver, SKS fegyver, ez egy elég súlyos fegyver, több mint 4,5 kg, tehát elég komoly ebben a fegyverrel fegyverforgatásokat végrehajtani. A töltél az természetesen vaktöltény, tehát amit láthatták, áldozat nem volt itt a bemutató végén, tehát kifejezetten csak hanghatást keltő lőszer volt benne. És annyira veszélyes, hogy a gyakorlások alkalmával szoktak kisebb balesetek is történni, mert... Abszolút, tehát amint láthatták, ez egy valós fegyver, valós szuronnyal. Gyakorlások során, amikor véletlenül rossz mozdulat történik, igen, szokott sérülést tenni. Többször volt már kéz és új sérülés a bajonettek miatt. Körülbelül hány fellépésük van, hova hívják önöket, vagy hova mennek, hova kell menni? Azt tudom önnek mondani, hogy sokkal kevesebb van, mint ami igény lenne, tehát rendkívül sok igény lenne, hétvégenként több helyszínre is tudnánk menni, de nyilván a szolgálati elfoglaltság ezt nem teszi lehetővé. Egy-két helyre tudunk eljutni a jövőben is. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy jelen pillanatban a Budapest helyőrségnek a védelmét valósítjuk meg, együttműködve a katasztrófa védelem, a vízügyi szakemberek, a csatornázási művekkel, tehát megyünk vissza a gátra és erősítjük Budapest védelmét fönt a gádokon. A vásári forgatagban természetesen gondoltak a gyerekekre is, akik a kézműves sátorban a magyar zászlójukat festhették meg, egy kicsit arrébb pedig táblás társasjátékot is játszottak. A Vasvári Páp Polgári Egyesület Körösfőről elhozta a vasvári emlékkiállítást is, ahol számos érdekes és értékes relikviát csodálhattak meg az érdeklődők. Itten a körösfői emlékháznak, vasvári emlékháznak a nagy részének az anyagát hoztam el. Egy részét fénymásoltuk, a többi pedig eredeti. Hát itten látnak olyan dokumentumokat, amik hát természetesen fénymásolt dologba, amelyeknek a Vasvári Pálnak az életéről szólnak, és a halálának a körülményeiről. Például itten van Vasvárinak az útlevele. Útlevél akkor nem létezett, csak 3 hónapig. De sikerült megtalálni, vagy itt van például a Nagykárolyi Piarista Gimnáziumból az értesítő, amelyben látszik, hogy Fejér Pál első eminens tanuló volt a gimnáziumban. Egy picit arrébb megyünk, ottan lehet látni, például a pesti diákok, fiatalok bált szerveztek, és a bárnál mindenki befizetett egy bizonyos összeget, és ott van egy ilyen kis jegyzőkönyv, és érdekes dolog, hogy még kit látunk, aki a bálban részt vett. Ő is fizetett, Jókai Móri. Vasvári Pál az végig betegeskedett. Nem tudták az orvosok, hogy mi van, de történészek szerint feltehetőleg ez a tüdővész akkor pusztított, és állandóan a lázbetege küszködött. Itten van egy orvosi bizonyítvány, amelyben megtiltják, vagyis igazolja az orvos, hogy azért nem vett részt a kiképzéseken, az ilyen hadműveleti kiképzéseken, mert beteg volt. Itten vannak kéziratai, amilyen gyönyörűen írt, hiszen történész volt és történelmi elbeszéléseket is írt. Most érdekes, még van egy nagyon fontos dokumentumom, amit itten lehet látni, és a dátum nagyon érdekes.
1849. július 2-a. Akkor indultak fel Magyar Gyermekmonostorú a Rákóczi Szabadcsapat a hegyekbe. Ugyanakkor nap reggelén egy román fuvaros szállította neki a fegyvert, akinek fizetett egy pengő forintot. Nagyon érdekes, román szállította a fegyvert a Rákóczi Szabadcsapatnak, hát egy részét természetesen. A körösfői alpolgármester még számos történetet, történelmi tényt osztott meg stábunkkal, és lelkünkre kötötte, adjuk át meghívását mindenkinek, aki személyesen is látni szeretné Körösfőt. A hagyományőrző huszárok és tüzérek elmaradhatatlan szereplői a vasvári napoknak, a katonai lovas szakosztály vitézei vitézül állták a sarat, vagyis ülték meg lovaikat. Elsősorban itt a rendezvény alatt lovasjárőrrel, illetve a faluba is esetlegesen egy kis lovasjárőrrel egy körbenjünk, és kefcsinálóként próbálják ide csápítani az embereket. Illetve délután folyamán lesz egy rövid kis adajelent, amivel szintén részt fogunk venni. Csak egy nagyon picit foglalja nekünk össze, hogy milyen ruhákban érkeztek, és hát most már látom, hogy fel fogják a lovakat nyergelni, és akkor hamarosan el is indulnak, ugye? A socskán, igen. Az egyenruhánk a 11-es határőr huszárezrednek az egyenruhája. Ez a huszárezred javarészt Erdélyből, Székelyföldről sorozott állományú volt. Jellegzetessége, hogy a 48-42-es szabadságharc idején a jelenlegi magyarországi területeken nem vett részt harc cselekményben, csak a délvidéken, illetve aztán később meg az erdélyi hadszíntéren vettek részt. A vasvári napok már a hagyománnyá vált a kerületben, a szervezők jövőre is várják a Toborzó Fesztiválra a tisztelt nagy érdeműt.